munkagépektől hangos Örökösföld. Néhány hónapja vették birtokba a Család utcát, ahol két helyen is dolgoznak. A Belső körúti csomópontban már zajlik az új körforgalom kivitelezésének második szakasza. Hétfő óta váltakozó irányú jelzőlámpás tereléssel találkozhatnak a közlekedők a nap 24 órájában a Család utca ezen szakaszán. Emellett a Belső körút átmenetileg zsákutcává vált a Liszt Ferenctől a Család utcáig. Ha az autósoknak ez nem lenne elég, más változásra is oda kell figyelniük a hét elejétől. A behajtani tilos tábla el van helyezve a Pennynek a parkolójába, tehát a közelben lévő bevásárló üzletháztól való kihajtás azért nem lehet a Család utcára, mert nem tudja az a járművezető, aki kihajt a tilosba, hogy most ott jobbról érkezik zöldjelzésre gépkocsi, vagy balról piros. És akkor megzavarja, megtéveszti az ott lévő közlekedőket. Közben az újabb körforgalom építése is megkezdődött, szintén Örökösföldön a Szalag és Család utca találkozásánál, ahol ugyancsak forgalomkorlátozás lépett életbe. Ennek idejére a közlekedőktől türelmet és megértést kérnek.